heteken belül 20 ezeren fogunk nekifutni annak, hogy elhozzuk az új felújítási támogatást. Ez körülbelül 20 ezer embernek fog sikerülni, legalábbis úgy fog tűnni. Na de hogyha el kell kezdeni a felújítást, meg is kell valósítani, le kell szállítani az eredményeket. Milyen buktató lehet ebben? Mi az, amin a kivitelezésnél elcsúszhatunk? Most itt olyan megtörtént esetek következnek, hogy égnek fog állni a hajatok, mint egy tisztességes pánknak. Mindegyik megtörtént. Fut a felújítás, lezajlott a nyílászáró csere, nézi a tulajdonos, hogy ó, ez remek, de könyörgöm, a fal, az ablak körül, mi van a fallal? Hát ezt nem kellene helyreállítani. Az nem volt benne az árajánlatban, plusz 500 ezer forint lesz. Maradhat? Nem tudtuk, hogy a vakolat 5 cm, és nem ahogy az árajánlatunkban szerepelt 2 cm. Ennyivel többet kell visszavontanunk. Nyilván ez 2,5-szer akkora árat is jelent. Kérdez, hogy kifizeti, vagy megálljunk? Két csokom, 30x30 cm-es burkolattal számoltunk, ön 30x60 cm-est vásárolt. Ennek a felrakása 40%-kal drágább lesz. Biztos, hogy maradjon, vagy visszaviszi. A burkolathoz élvédő is lesz. Na de könyörgöm, ez nem volt benne az árajánlatunkba. 90 ezer forintért természetesen feltesszük. Maradhat? Ezt a vezetéket nem tartanám meg. Most vásárolt egy új kazánt. Senki nem tudja garantálni, hogy ez fél év múlva nem fog megrepedni, nem lesz vele semmi gond. Azt gondolom, hogy mindössze 200 ezer forintért ezt megérné kicserélni. Csináljuk? Megérkezünk a felújításra, és azt látjuk, hogy a villanyszerelő szigetel. Biztos, hogy ahhoz is ért? Vagy valami elcsúszott esetleg? Hogy lesz nekünk ebből normális szigetelésünk? Egy repedést biztos úgy kell megoldani, hogy ráfestünk? Szinte biztos, hogy pár hét múlva, pár hónapon belül az a repedés újra látszódni fog. Ki fogják ezt nekünk javítani? Nem valószínű. Egy horror eset következik. Még a beépítés során megrepett az egyik műanyagvezeték, vízvezeték, és sikerült úgy áthidalni a munkásoknak, hogy szigetelő szalaggal jól megerősítették a repet részt. Az egész történet tartotta is magát egy pár hétig, utána elázott az egész fal, és ki kellett bontani a vezetéket. És a legnagyobb kedvencünk, én azt gondolom, hogy Krúdi feltámad, újraírja a Szimbádot, és ez benne lesz, mert sikerült feltalálni a melegvíz öblítéses vécét. Igen, kérem szépen, sikeresen rossz vezetékre kötötték rá a vécétartányt. Azt gondolom, hogy ennél parádésabb már nem is lehetséges. Én még egy példát azért hadd tegyek ehhez hozzá, hogy észre fogod venni, ha valami elcsúszott a matekban. De mit is jelent ez? Amikor megkapod az árajánlatot, és maradjunk itt a felújítási 2.0-nál, egy ilyen átlagos melegvíz, fűtés, nyilászáró hőszigetelés, ez nagyságrendileg egy ilyen 70-80 tételt fog tartalmazni az árajánlat. Amikor az elszámolás megérkezik, az már olyan 250-300 tételt fog tartalmazni, és a szépen bogarázhatod. És amikor majd azokat nézegeted, hogy ilyen könyög, olyan expanziós tartály, ilyen szelep, amolyan T-csatlakozó, akkor majd el fogod tudni dönteni, hogy ez mind úgy frankó, ahogy szerepel az elszámolásba. Nincs esetleg habosítva egy kicsit a történet? Valahol bruttósodott ott, ahol nem kellett volna. Láttunk olyan felújítást, ahol csak a pótmunka elszámolása egy 100x20-as táblázatban valósult meg. És ebből kellett kivenni azt, hogy mi az, ami helyén való, és mi az, ami nem. Tehát összefoglalva, azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon kevés az a minőségi kapacitás, ami rendelkezésre áll, nagyon sok a szerencse vadásza a kivitelezési piacon, úgyhogy nem lesz evidens, hogy hogyan fogunk mi ebből jól kijönni, még akkor is, ha jól kitaláltuk, hogy ebből a felújítási 2.0-ból mi szépen felmarkolunk 6 millió forintot. És ezért hoztuk létre a következő webináriumunkat, ami június 12-én fog megvalósulni. Dr. Tóth Márton ügyvéd lesz, aki ingatlan specialista a vendégünk, és vele fogjuk áttekinteni, hogy milyen szerződést kell kötnünk. Mit kell a saját magunk védelmére kikötni ebben a szerződésben? Hogyha probléma van, milyen jogaink vannak, hogyan tudjuk érvényesíteni, és mindezt nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is hogyan lehet megvalósítani, hogyan ne csináljunk egy 20 ezer forintos problémából egy 2 évig tartó pert, illetve hogyan csináljunk egy 3 millió forintos kérdésből mondjuk egy 2 hónap alatt megoldott ügyet. Jelen lesz tehát Tóth Márton ügyvéd, ingatlanjogra specializálódott jogi szakértő, és mellettem lesz Argyelán József vezető pénzügyi elemzőnk, akivel pedig majd a pénzügyi következményeket fogjuk átbeszélni, hogy mit tehetünk ilyen kritikus felújítási helyzetekben, hogyan tudjuk magunkat anyagilag is megvédeni. Június 12, link a videó alatt, kattintsatok rá, jelentkezzetek be a webináriumunkra. És mivel igazán élővé szeretnénk tenni ezt a beszélgetést, mindenkit arra kérjek, hogy a saját horror történetét most azonnal írja a kommentben.
be, ki fogjuk elemezni, hogy hogyan lehet ez ellen védekezni. Nagyon-nagyon fontos, iratkozzatok fel a csatornánkra, rendkívül sok hasznos információval fogunk jönni a közeljövőben is. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!